Köszöntöm az Esti Mérleg valamennyi nézőjét. Az október 13-ai önkormányzati választáshoz kapcsolódóan ismételten bemutatkoznak a Fehérvár televízióban a polgármester jelöltek. Szeptember 9-ével ugye lezárult az ajánlásgyűjtés időszaka. 4 polgármester jelölt van a Székesfehérváron. Stúdiónk vendége dr. Cserpakovics András, a Fidesz polgármester jelöltje. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm a lehetőséget, és köszöntöm én is a televízió nézőket. Milyen tapasztalat volt, milyen tapasztalatokat szerzett az ajánlásgyűjtési időszak alatt? Nagyon gyorsan tudtuk a kötelező aláírás számot biztosítani és leadni a csapat összes mind a 14 jelöltjét, illetve polgármester jelöltként is a szükséges számú aláírást, de utána mi egy ilyen támogatói aláírásgyűjtéssel folytattuk ezt a azt gondolom, hogy az emberekkel való találkozásra kiváló lehetőséget, és ezt azért is tettük, mert így minden városrészbe eljutva, rengeteg emberrel találkozva, egyrészt egy kicsit föl lehetett mérni, hogy mit gondolnak az elmúlt évekről, és mit gondolnak, hogy mi a feladata a leendő polgármesternek, közgyűlési tagoknak, képviselőknek, akár egyéni körzetekben, akár listái jutnak be a testületbe, mit várnak el a fehérváriak, mire szeretnék a bizalmukat adni, a felhatalmazásukat adni. Egyébként most már jóval több mint 15 ezer támogató aláírásnál tartunk, ami azt gondolom, hogy nagyon-nagyon szép szám, biztos vagyok benne, hogy még az utolsó egy-két hétben is ez a szám emelkedni fog, de még egyszer itt önmagában a lehetőség az, amit érdemes volt megragadni. Ez is egy találkozási pont az emberekkel, jártam én is Vízivárosba, jártam Palotavárosba, Belvárosba, a piac környékén, ugyanúgy, mint Feketehegy, Szárazréten, és gyakorlatilag a város minden részébe. Nekem az a tapasztalatom, hogy az emberek nyitottak, nagyon szeretik a városunkat, közös otthonuknak tekintik, egyetértenek azzal, és vissza is igazolták, hogy látják is ezt a törekvést, hogy nem szabad pártpolitikai alapon vezetni Székesfehérvárt, ez nem egy pártpolitikai tisztség, a polgármesterség, vagy egy képviselői mandátum és munka, hanem egy szolgálat. Én úgy érzékeltem, hogy ebben abszolút támogatnak, és az építkezést szeretnék, ha folytatni tudnánk, és igenis legyen jókedvű, mosoly, vidámság jellemző Székesfehérvárra, az itt élőkre. Nyilván kiki elmondta, hogy mi az, amivel egyetért, mi az, ahol esetleg vitában van, vagy ahol más szeretne, vagy amit még szerintem meg kéne valósítani, de hát a programunk is arról szól, hogy sok területen sokat léptünk előre, de mindig lehet valamit magasabb szintre emelni, ehhez kérjük a bizalmat és a támogatást majd október 13-án. Tehát akkor kvázi ez egy ilyen közvetlen visszajelzési lehetőség is volt. Igen. Ugye azt gondolom, az előző években is rengeteg lakossági fórumon vettünk részt, fogadónapokat tartottunk, ugye akár a Facebookon, akár az Instagramon, a közösségi média felületeken is volt alkalom, lehetőség, hogy az emberek kérdezzenek, kritikát fogalmazzanak, meg adott esetben javaslatokat tegyenek. Itt most volt egy közvetlen visszacsatolási lehetőség. Az emberek egyébként úgy láttam, hogy ennek örültek. Örültek annak, hogy érdekel bennünket az ő véleményük, és úgy alakítjuk a programunkat, hogy nyugodtan elmondhatjuk, hogy velük konzultálva tudjuk azt megjelölni, hogy milyen irányokat szeretnénk követni, és milyen programpontok megvalósítására kérjük majd a bizalmat október közepén. Mondhatjuk azt, hogy gyakorlatilag egy program megvalósítása zajlik 2010 óta, hiszen akkor kapott először bizalmat a városvezetésre. Igen, én 2010-ben is úgy gondoltam, hogy függetlenül, hogy korábban nem én voltam a polgármester, nem mi adtuk a közgyűlési többséget, sok új önkormányzati képviselő került be a testületbe 2010 őszén. Emellett is jött, nem húztunk egy határt annyiban, hogy akkor most eddig nem történt semmi, és majd mi most mindent másként csinálunk. Volt, amivel egyetértettünk és folytattuk az elődeink munkájából, és volt, ahol pedig mi más gondoltunk, más szerettünk volna megvalósítani. Így aztán nyugodtan mondhatjuk, hogy erre a munkára kaptuk meg 2010-ben a bizalmat, kértük és kaptuk meg 2014-ben, és ennek a munkának a folytatására kérjük most októberben.
egy város az mindig akkor tud jól fejlődni, hogyha ez egy szerves építkezés, ha igenis tudunk az elődeink munkájára építeni, adott esetben esetleges hibákat kiküszöbölni. Nyilván a mi időszakunkban is történt biztos bizonyára ilyen, ott is abból is le lehet vonni időszakonként a következtetéseket, ahol esetleg változtatásra van szükség ott változtatni, de összességében én úgy éreztem az emberekkel való beszélgetések során is, hogy jónak, pozitívnak, előremutatónak tartják azt a fejlődést, amit a város bejárt ezekben az években. Ezért nekünk nem nagy új dolgokat kell kitalálni, hanem ezt a munkát kell minden területen folytatni. Az látszik, hogy melyek azok a pontok, amik különösen érdeklik a fehérváriakat. Ebben vannak városrészi problémák, és vannak az összváros vonatkozásában megjelenő kérdéskörök. Ezekre is próbálunk nyilván fókuszálni, de még egyszer ez épül természetesen arra a munkára, amit most is folytatunk, ennek a ciklusnak a vége fele közeledve, és amire megkértük és meg is kaptuk a fehérváriaktól a felhatalmazást, illetve tőlük a bizalmat 2010-ben és 2014-ben, és végülis ennek a munkának a folytatására kérjük a felhatalmazást majd most októberben is. Mi a fejlődési irányvonalat jelöltek ki a város számára? Ja, amit mi szerettünk volna megvalósítani, hogy ez egy biztonságos, fenntartható, közösségeire építő, azt folyamatosan erősítő város legyen, ahol egyértelműen tetten érhető a városfejlesztés, a nagy fejlesztéseket tekintve is, legyen az közlekedés, legyen az adott esetben a kórház fejlesztése, legyen az a kulturális élet, az oktatás területén megvalósuló fejlesztések, de emellett szükség van a város részi fejlesztésekre is, amik egy-egy lakó környezetben élőknek az életminőségét javító fejlesztéseket, beruházásokat jelent, emellett pedig szükség van egy olyan városüzemeltetésre, amely biztonsággal az alapszolgáltatásokat biztosítani képes a fehérváriak számára fenntartható módon, úgy, hogy az új technológiákat is egyébként ezeken a területeken alkalmazva ebben az üzemeltetési tekintetben is tudjunk mindig egy kicsit magasabb szintre lépni, és mindezt úgy, hogy addig terjeszkedjünk, nyújtózkodjunk, amíg a takarunk él, tehát ne legyen újra adósságállománya a városnak. Ugye 2010-ben 18,5 milliárd forint hiánnyal, adóssággal vettük át Székesfehérvárt. Azóta részben a helyi takarékos gazdálkodásnak, részben pedig a kormányzat által eldöntött konszolidációnak, adósságkonszolidációnak a következtében nincsen adóssága az önkormányzatnak, nincsen folyószámla hitele sem a városnak most már hosszú-hosszú évek óta, sőt tartalékokkal rendelkezünk. Tehát bizonyította ez a város, ennek a városnak a közössége, hogy lehet úgy várost fejleszteni, és az üzemeltetés biztonságát a különböző alapközszolgáltatások tekintetében garantálni, hogy közben nem kell a jövőt elzálogosítani, és az unokáinknak a lehetőségeit már most felélni. Ezt a munkát szeretnénk folytatni a következő években is. Nyilván vannak új kihívások, amelyekre mindig egy városnak reagálnia kell. Mindig fontos hangsúlyoznunk, hogy emellett is a város a saját gazdaságából él, tehát ha a helyi gazdaság fejlődik, növekszik, akkor tud a város fejlesztési forrásokat felhasználva mind fejlesztéseket, beruházásokat megvalósítani, mind pedig az üzemeltetést egy magasabb szintre helyezni, de ez egy másik oldalon pedig egy olyan környezet kell, ahol pedig az emberek szeretnek élni, ahol otthon is jól érzik magukat. Akkor nézzük először a gazdaság területét, mi az, amit itt ki tud emelni, illetve hogyha már a programokat, programelemeket említette, akkor egy kicsit ezt részletezzük. Az alapja a gazdaság, az önkormányzat és ezáltal a város fejlődésének, fejlesztésének is, hiszen a bevételeink a gazdaságból származnak, vagy a kormányzat biztosít fejlesztési forrásokat, vagy az Európai Unió, vagy pedig a helyi gazdaság. Ebből van az a beruházás alapját képező pénzügyi forrás, ami évről évre rendelkezésünkre áll. Megduplázódott egyébként a iparűzési adóbevétel ebben a 9 esztendőben. Ez gyakorlatilag azt is jelenti, hogy a gazdasági növekedés következményeként a maga a gazdaság teljesítménye is megduplázódott ebbe a nem egész egy évtizedbe. Ezt a munkát szeretnénk folytatni. Vannak kihívások, az új technológiák, digitalizáció, az ipar 4.0-ás fejlesztésekből fakadó kihívások. Ez igazak a munkáltatókra és a munkavállalókra. Ezért nagyon fontos az oktatás, legyen az a felsőoktatás, vagy éppen a szakképzés erősítése, vagy éppen az okos tantermek programjának a továbbvitele. És szeretnénk egy új
beruházás ösztönző csomagot létrehozni, az állammal közösen, amelyik pedig a helyi kis- és középvállalkozások számára biztosítanak kedvezményes befektetési lehetőségeket, és ehhez forráshoz való könnyebb hozzájutást, alapvetően állami forrásokból. Ez nagyságrendileg egy 5 milliárd forintos kerettel tudna indulni, és különösen a KKV-kat, a startupokat helyezné a fókuszba, és olyan új iparágak, üzletágak, gazdasági irányoknak a városba való megerősítését, amivel tovább tudnánk biztosítani, hogy heterogén legyen a gazdaság, magyarul fenntartható, és akár kevésbé kiszolgáltatott a világ gazdaságában bekövetkező jelentős változásoknak. Ugye egy erős gazdaság azért nagyon sok kihívást is hoz magával, nyilván Fehérváron is megjelentek ezek. Erre van-e már körvonal, a problémák megoldására van-e javaslat? Mindenképpen azt gondolom, hogy fontos három területet kiemelnünk. Az egyik az oktatás, a másik a közlekedés, a harmadik pedig a klímavédelem kérdésköre. Azt gondolom, hogy mindegyik összefügg ezzel a témakörrel. Az oktatás az egyértelmű, hiszen nyilván a ma fiataljai lesznek a holnap munkavállalói, reményeink szerint Fehérváron. Ha esetleg el is mennek, akár tanulni, akár a világban valamiben gyakorlatot szerezni, de bízunk benne, hogy hazatérnek Fehérvárra, illetve Fehérvár környéki településekre, és otthon is jól érzik magukat, majd felnőtt korukban is városunkba. Ebben megint csak azt mondom, hogy az Alba Innovár, a titkok háza, az okos tantermek, a robotika tanszék az egyetemen, ez mind-mind fontos kérdés. A második kérdéskör, ebben azon, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy a közlekedés, ami nyilván egy erőteljes terhelést ad a városnak, hiszen nem erre a gépjármű forgalomra tervezték évtizedekkel, vagy sok esetben évszázadokkal ezelőtt az úthálózatot, ezt folyamatosan fejlesztenünk kell. Van két körforgalmi csomópont, ahol előrébb kell lépni, kapacitást kell növelni az áteresztő képesség tekintetében, hogy ez az Osan körforgalom, illetve az Újcsóri úton, mind a kettő szükséges állami forrás, ugye az Osan körforgalom esetében itt már ugye engedélyeztetés zajlik, jövőre remélhetőleg indulhat és meg is valósulhat a kivitelezés. Nagyon fontos a 81-es négysávosítása, egyrészt mert a 81-es 13-as az mindenképpen egy fontos gyűjtőút, akkor biztonságos, ha négysávos, másrészt pedig ez fogja a negyedik strádalajárót biztosítani és egy jelentős forgalmat lehúzni a városról. Ez sem megvalósítható a kormányzati támogatások nélkül, itt pedig ugye a kormány döntött, a részletes megvalósíthatósági tanulmány elkészül ennek az évnek a végére, jövő évnek az elejére, és bízom benne, hogy utána már a tervezéssel tudjuk a munkát folytatni. Kiemelt beruházás lesz a déli összekötőút, ugye erre a szeptember 20-ai közgyűlés ki is írta a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárást, tehát az az ütemterv, hogy jövőre már a déli összekötő útnál a beruházás megkezdődhessen, és majd rá másfél éve be is fejeződhessen, azt gondolom, hogy ez teljes mértékben reális. De miközben látjuk és érzékeljük, hogy tovább nő még várhatóan a személygépkocsi szám, mellette nagyon fontos, hogy az alternatív közlekedési eszközöket is fejlesszük, ebben nyilván a közösségi közlekedésnek, az autóbusznak kiemelt szerepe van, itt az intermodális közösségi központ megvalósításával együtt egészen biztos, hogy szükség lesz és sokkal sűrűbb menetrendre, ehhez több eszköz kell, és bízunk benne, hogy ezek az eszközök már környezetkímélő eszközök lesznek, mindahogy nyilván környezetkímélő közlekedési lehetőség a kerékpározás, következő években számos fejlesztés megtörténik, ugye most a szénatérrel elkezdődött a nagy program, és bízom benne, hogy néhány év múlva valóban egy nyugat-európai mércével is komoly kerékpárúthálózat lesz a városban, de párhuzamosan ehhez szükséges biztosítanunk a szemléletformálást is, tehát hogy használjuk is ezeket a kerékpárságokat, kerékpárutakat, és hát vannak azok a közösségi bringarendszerek, vagy közösségi robogó rendszerek, amelyek már az elektromos meghajtásnak az előnyeit is kihasználva tehermentesíteni tudják az utainkat. És talán még annyit az autóbuszos közlekedésnél fontos elmondanunk, hogy nagyon sikeres volt az áprilisi kedvezményes bérletakció, tehát érdemes ezt akár a felnőtt bérletek, akár a diákbérletek tekintetében átgondolni. Hozzátéve, hogy most is kb. 700 millió forintot költünk évente közösségi közlekedésre városi forrásból, ha további bérletkedvezményeket adunk, szerintem egyébként ezt meg kell tenni, akkor ezt nyilván finanszírozni is kell tudni.
És hát, hogyha már beszéltünk iparról, közlekedésről, akkor könnyű belátni, hogy ez terheli a környezetünket. Tehát ha az életminőségről beszélünk, akkor kiemelten fontos kérdés, hogy a zöld programokat folytatni tudjuk. Azért merem mondani, hogy folytatni tudjuk, hiszen soha annyi zöld fejlesztés, mint az előző években nem valósult meg Székesfehérváron. Sóstó megmentése, ugye első körben 54 ezer fa ültetése a Fehérvár tüdeje programban, ezt most kiegészítettük több mint 118 ezer fa elültetésével, ez novemberben meg fog tudni történni. Rendbe tettük a csónakázó tavat a modellvárosok program keretében, az állammal közösen megmentettük az alsóvárosi rétet rétnek, és most már zöld besorolású, tehát a korábbi ipari besorolást, ipari beépítési lehetőséget meg tudtuk akadályozni. A Fehérvár tüdeje programot folytatni szeretnénk, a palotavárosi tavak környéki jelentős zöld fejlesztések lesznek, és szeretnénk Fehérvár virágos kertjét is megalkotni, mert úgy látjuk, hogy szerencsére nagyon-nagyon nagy az igény, elég csak a virágos Fehérvár programra és pályázatra gondolni. Nyilván 15 percben sok minden nem fél vele, azt gondolom, hogy a fő programelemeket igyekeztünk felvillantani, még egy záró gondolatra van időnk. Ha egy szót szeretnék mondani, akkor az a közösség lenne. Tehát én a közösségbe hiszek, abba, hogy igenis sok minden összeköt bennünket, és ennek a legalapvetőbb eleme az, hogy szeretjük Székesfehérvárt, szeretjük ezt a várost, ez a mi közös otthonunk. Október 13 után is van élet, mégpedig a mi közös életünk Székesfehérvár szolgálata, és az, hogy mindenki otthon és jól érezze magát mosolyogosan Székesfehérváron. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a lehetőséget. Esti Mérleg című műsorunkat látták, dr. Cserpalkovics Andrást, a Fidesz polgármester jelöltjét ismerhették meg. Köszönöm, hogy velünk tartottak.